Sziasztok, én Walter Attila vagyok, a Jumbo Visma kerékpárosa, és a Tour d'Anglais negyedik szakaszát járjuk éppen. Egy, a szívemhez nagyon közel álló szakasz ez, hiszen gyakorlatilag mondhatom, hogy itt nőttem fel ezeken az utakon, a dobogókő emelkedőin, és hát egy elképesztően jó szakasz lesz szerintem. Egy olyan szakasz, ami rengeteg meredeket tartalmaz, rengeteg emelkedőt, nagyon sok kihívást. Éppen itt tekerek az egyiken. Csobánkán van egy nagyon-nagyon meredek, egy nagyon-nagyon szép, nagyon király fölfele, de nagyon fárasztó is, főleg ha háromszor kell ezt teljesíteni, közel 200 km-rel a lábakban. Itt látom is a feliratot, hogy 12%. Érzésre ez egy kicsit még talán több is, majdnem 15 itt a vége. Ezen kívül rengeteg még nehezebb emelkedő is lesz, de ez bőven meredek, bőven elég nehéz ahhoz, bőven elég meredek ahhoz, hogy különbségeket lehessen kialakítani. A csobánkai emelkedő utáni 5 kilométert én mindenképp az élről szeretném kezdeni a csapatommal, hogyha itt lehetnék, mert szerintem ez az élen lesz a legkönnyebb, ez az 5 kilométer, egészen Pilisvörösvárig. A mezőny többi részén eléggé benne van a szakadás veszély, vagy szimplán az, hogy túl elfáradnak a versenyzők a rossz pozíció miatt. Ahogy közeledek itt Pilisvörösvár felé, tényleg egyre inkább azon gondolkozok, hogy mégis hogyan fog itt dolgozni a mezőny, hogyan fog a verseny alakulni, mert nagyon hasonlít egy klasszikus versenyre ez a szakasz, legalábbis a szakasz vége itt a Tour d'Anglais negyedik szakaszán. Nagyon kevés a sík az utolsó 60-70-80 kilométerben. Nagyon nehéz lesz ez a szakasz. Azt kell, hogy mondjam, majdnem mint egy monti körözés, olyan 0 méter sík. Nagyon keveset hagyatkoztat a csapattársaidra. Itt tényleg a lábak fognak dönteni a győzelemről. Most érkezek meg Pilisszántóra, a dobogókő lábához, egy tényleg festői környezetbe. És most még elég nagy a nyugalom itt, de szerintem a verseny napján itt nagyon komoly harcok lesznek ennél a pontnál, ahol most vagyok, mert nagyon fontos lesz a helyezkedés. Van azért idő előre jönni, remélem, és úgy lenne a legizgalmasabb, ha tényleg egyesével érkeznének ide a versenyzők, bár egy kis csoportos mezőnyhajlát is el tudok azért képzelni a dobogókői táblához. Aki pedig ezt a dobogókői szakaszt megnyeri, az jó eséllyel viheti haza a 2023-as Tour d'Anglais sárga trikóját is.